A bölcsödések és óvodások műsorával kezdődött az a program, melynek keretében hivatalosan is átadták a már egy éve működő mini bölcsödét Vonyarcvashegyen. A 16 fő befogadására alkalmas intézményt kormányzati és uniós támogatásból, valamint 10 millió forint önkormányzati saját forrásból hozták létre, összesen mintegy 180 millió forintos ráfordítással. A polgármester az átadó ünnepségen elmondta, a bölcsöde létesítésével az önkormányzat és a lakosság egy régóta dédelgetett vágya vált valóra, a bölcsöde létrehozását a születési adatok is indokolták. Így már a nevelési intézmények mindegyike elérhető a nagyközségben, a bölcsödétől az általános iskoláig bezárólag. Úgy gondoltuk ezt az egész beruházást, hogy ne csak egy mini bölcsödében úgymond gondolkozzunk, hanem a körülötte lévő infrastruktúrában is. Ezért mi még hozzáraktunk a közvetlen a bölcsödénk előtt egy járdaszakaszt, egy biztonságos járdaszakaszt, illetve egy biztonságos gyalogátkelő helyet. A közelben létrehoztunk egy közösségi parkolóhelyet, egy új 17 fős parkolóval, ami ugye egy olyan forgalmas centrumban vagyunk most, ahol a mini bölcsödénk, az óvodánk, az iskolánk, a köztemetőnk van, és ez a közért így tudott megvalósulni. Az eseményen köszöntőt mondott Nagy Bálint országgyűlési képviselő. Elmondta, fontos a vidéki települések támogatása, fejlesztése, és így az itt élők mindennapjainak megkönnyítése, jobbá tétele. Ezt a célt szolgálják az épülő bölcsödék is. Azt gondolom, hogy Vonyarcvashegy, illetve a Vonyarcvashegyi jelenlegi fejlesztés is egy nagyon jó példa arra, hogy a helyben a település vezetői tudják azt, hogy mire van szüksége az itt élő embereknek, a térségben élő embereknek, akár Vonyarcvashegyi kisgyermekes családoknak, akkor kormányzati támogatással, helyi együttműködéssel, összefogással ilyen nagy eredményeket tudunk elérni, mint ez a mostani is. Hiszen egy közel 180 millió forintos új fejlesztés valósult meg, aminek az a célja, hogy elsődlegesen a vonyarcvashegyi és térségi kisgyermekes családokat segítse. Az átadón elhangzott az is, hogy a község nevelési intézményeinek, így a bölcsödének a fejlesztése is egy állandó feladat, így folyamatosan bővítik az eszköz- és játékparkot, valamint a környező infrastruktúrát.